Itt srácok, itt Orsabal és egy vadi új Let's Player, köszöntelek benneteket. Mégpedig a State of Decay-ről van szó. Hogy miért is kezdek új Let's Play-t, illetve új gameplay-t? Hát legfőképpen azért, mert elfogytak a sorozatok. Például ugye az AC4 ezzel megállt egyelőre, a Skyrim sajnos szintén megállt, az valószínűleg végleg ugyanis a mentés fájlom teljes mértékben elveszett, akkor a Heroes 5-et terveztem folytatni, de egyelőre még biztosan nem. Ahogy Isaac az van, a Stick of Truth-nak most lett vége, és van még AC Liberation, tehát kettő darab aktív sorozat van jelenleg. A Hearthstone-nal az a probléma, hogy nagyon szívesen folytatnám, és rajta is vagyok az ügyön, de sajnos... Hát azt kell mondjam, ezt a Blizzard elcseszte teljesen, vagy nem tudom mi történt, ugyanis beléptem a Blizzard, illetve Battle.net azonosítómmal, és teljesen újra kezdte a teljes contentet a Hearthstone-ba, tehát a nulláról kell építkeznem jelenleg, és így viszont nem olyan izgalmas egyelőre a játék, úgyhogy ezért döntöttem amellett, hogy amíg nem érem el legalább azt a szintet, ahol álltam, addig nem lesz Hearthstone Let's Play, de azt mindenképp szeretném folytatni, mert nagyon szeretem azt a játékot. Na de mi is ez a State of Decay? Ez egy TPS nézetű sandbox játék, zombi apokalipszis idején játszódik. Hogy ez mit is jelent, azt mindjárt meglátjátok, ugye van a State of Decay és van már egy DLC is hozzá, a Breakdown. A State of Decay Breakdownban annyi a különbség, hogy abban nincs egy ilyen fő küldetésszál, nincs ilyen kampányszerűség, hanem egy endless mód van, 6 nehézségi szinten, de tulajdonképpen addig játszasz, amíg meg nem halsz, vagy meg nem unod. Az utóbbi, hát bizonyos helyzetekben sokkal hamarabb bekövetkezik. De minket természetesen egyelőre a főjáték érdekel, és a kampánymód, természetesen a legelejéről kezdem. Ez a kampánymód is nem teljesen igaz, mivel ez csak egy picit, annyit jelent, hogy picit fogja a kezedet, és picit irányít egy ilyen főküldetés szál mentén. Ám de... Ám de ugyanolyan sandbox játék, és ugyanúgy open world-ös, és rengeteg mellékküldetés van, ugyanúgy, mint a DLC-ben. Ó, még itt van egy. Ranger Station? Ranger Station. Maybe we can find some help there. Megnézitek a grafikát, hát itt főleg az indulásnál nagyon szép, azt kell mondani, nekem nagyon tetszik, főleg ez a fény, árnyék, stb. Ezt nagyon eltalálták. Textúrák is távolról nézve elég szépek, de közelről, hogyha megnézitek, amúgy azért mosódik el így, ha gyorsan mozgok, mert hát ultrán próbálok játszani, és be van kapcsolva a motion blur és minden. Szóval a textúrák távolról nézve, és főleg így az elején még elég szépnek tűnnek, és ez végül is igaz is. Viszont azért közelről megtekintve látható, hogy elég alacsony felbontású textúrák, stb. Stb. Tehát azért van probléma rendesen bizonyos helyzetekben. Ennek az az oka, hogy ez az Undead Labs, amíg csinálta ezt a játékot, alapvetően egy indie csapat, tehát egy független fejlesztő csapat, és hát nem volt túl sok pénzük, nem volt túl sok keret, akartak alkotni egy szinte tökéletes játékot, hát ki ne akarna egy teljesen nyitott világú, csak és túlélésre összpontosító, teljes szabadságot kínáló zombi apokalipszis játékot TPS nézetben, hát ez a szinte tökéletes játék tényleg. Volt rengeteg ötletük, rengeteg mindenbe belekezdtek, bizonyos szálakat nem teljesen jól vartak el, és hát elfogyott a pénz egy idő után, ez majd fel fog tűnni. Ám bár örülhetünk, hogy kijött PC-re, ugyanis már az Xbox 360 megjelenése után elfogyott a pénz. Viszont az egyetlen, illetve a nagy szerencse az az, hogy végül is
a Microsoft felkarolta ezt az Undead Labs-t, és így ki tudták adni Xbox-ra, és abból befolyt pénzből végül is a PC port is elkészült. Ami nem lett tökéletes, sok FPS drop jelenik meg indokolatlanul, de hát ezt nem rohatjuk fel a... annak a számláról nem volt pénz, mivel ezt az Ubisoft is elköveti ezt a hibát az Assassin's Creed-eknél, és hát azért náluk kicsit több pénz van, úgyhogy ez sajnos egy nagyon nagy probléma manapság a konzol portoknál. Közben ide a Ranger Stationbe jöttünk, ami az első... Így. Szóval az első menedékházunk lesz. Aztán később persze át fogunk költözni, nem is olyan később, de hamarosan át fogunk költözni egy újba. Miről is szól a sztori? Hát arról, hogy két hétig el voltunk, azt hiszem horgászni, vagy ilyesmi, az nem derül ki. Visszajövünk, és hát mindenki zombivá változott. Fogalmunk sincs, mi történt. Két hét alatt elképzelhetetlennek tartottuk, hogy így megváltozzon az egész világ, de hát ez történt. Ami jó hír azoknak, akik hosszú játékidőt remélnek, hogy tényleg rengeteg órát bele lehet ölni. Nagyon sok ilyen mellékkövet is van, nagyon sok mellék tevékenység, amivel rengeteg időt lehet elhasználni, illetve beleölni ebbe a játékba. Tényleg nagyon-nagyon sok, nagyon összetett játék. ...nak tűnik az elején, és végül is rájövünk, hogy tényleg az. Bár egy idő után némely cselekvések, illetve némely történések monotonná válnak, de... ...én úgy gondolom, hogy... ...azért ez elég sok játéknál így van. Ettől függetlenül ez egy nagyon jó sandbox játék. Nagyon, nagyon, tényleg nagyon sok órát bele lehet ölni. Ott azt a házat kutassuk át, némi munícióért. Muníció alatt a zombi apokalipszis idején nem feltétlen lőszert vagy hasonlót értek. Muníciót jelenthet a gyógyszerek és az élelmiszer is. Ezek a legfontosabb a túlélésünk érdekében. Legfontosabb tényezők, és hát ez is lesz majd, hogyha majd játszom az Endless móddal, az első DLC-vel, ez várható. Here they come. Akkor majd, ahol tényleg kizárólag a túlélés lesz a cél, akkor majd részletesebben is belemegyek ezekbe a dolgokba. Ami jó hír az, hogy a Microsofttal egy hosszú távú szerződés kötött az Undead Labs, és ezért várható az, hogy jönnek ki patchek, javítások, amik a grafikát javítják főleg, illetve a motort finomítják. Ugye a legnagyobb probléma egy idő után az lesz, majd meglátjátok, hogy hát a mozdulatok, stb. Kicsit monotonná válnak. Néhány helyen grafikai bug van, ez mondjuk már a 14-es patch nagyjából. És látható itt is átlóg a falon a zombi feje. Hogy ez ne legyen túl zavaró, megpróbálom elintézni. Az össze is jött. Most ugorjunk vissza így. Sok mindenre kell figyelni. Főleg azért, mert a halál ebben a játékban nagyon komolyan van véve, és ez természetesen nem baj. És a halál az permanens, tehát ha meghalsz egy karakterrel, akkor azzal a karakterrel már többet nem fogsz tudni játszani. Tehát ez azt jelenti, hogy ha meghalsz valamivel, akkor ha nincsen
olyan barátod, akinek a bőrébe bújva tudod folytatni a játékot, akkor vége van a kampányodnak, kezdheted a legelejéről, és nincsen mentési rendszer, tehát nem te döntöd el, hogy mikor és hol mentesz, és mit töltesz vissza, hanem van egy automentés mód, és készen vagy. Ez. Szóval erre nagyon kell figyelni, ám bár azért később mindig lesznek egy-egy olyan barátod, akivel tudod folytatni halálod esetén a játékot, tehát később nem kell félni attól, hogy... Wow. Micsoda kard, vagy mi a tököm. Szóval nem nagyon kell félni attól, hogy egy halál véget vet a kampányodnak, de azért gondoljatok bele, mivel ez kicsikét RPG játék is, ezért nagyon nagy szerepet kaptak a skillezés, tehát a, hogy növekszik a karakterednek bizonyos statja. És hogyha kifullozol egy karaktert, viszont kicsit figyelmetlen vagy például egy éjszakai felderítés során nyitva hagysz egy ajtót és átkutatsz egy házat, és magadra szabadítasz egy egész hordányi zombit, akkor hát jó eséllyel meghalsz, mivel ebben a játékban elég könnyű lesz meghalni, még hogyha magas szinten is van a karaktered, akkor kezdheted az egészet előről egy minden bizonyal képzetlenebb karakterrel, ami hát eléggé bosszantó tud lenni, és hát nem csak hogy bosszantó, hanem hatalmas hátrány is. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni. Hova fut ez a zombi? Ez már nem fut sehova, ha jól látom. Szóval ez a része valakinek tetszik, valakinek nem. Én azokat erősítem, akinek tetszik. Szeretem, hogyha a halál nincs elbagatelizálva. Tehát, hogyha komolyan van véve. És jó nagy büntetés kapsz, hogyha egy játékban véletlenül meghalsz. Nem szabad ezt annyira nagyon könnyedén venni szerintem. Úgyhogy ez a része kifejezetten tetszik a játéknak, sőt a legnagyobb része kifejezetten tetszik a játéknak. Mondom, most nézzétek meg, hát az erdő nagyon-nagyon hangulatos, a zenék nagyon jók. Szóval a hangulat az, ami igazából elviszi ezt a játékot, meg az alapkoncepció, aminek a megvalósítása is egész jóra sikeredett, ahogy azt már ecseteltem. A zombik szerencsére nem néznek ki ugyanúgy, nagyon sok különböző féle van. Szóval, ó, mi a tökön van itt? Megmentettük Maya-t. Yeah, I'm Peachy. Sorry I asked. So, is it this bad everywhere? Man, I hope not. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on. But we didn't have time for orientation. Well then, let's get the hell back there. You wanna take point, or should I? Van egy új barátunk, ennek nagyon örülök. Nem tudom, hogy miről nem beszéltem még így első körben, az igyekeztem minél átfogó képet adni az elmúlt, hát nem is tudom már hány percben a játékról, hogy esetleg meghozzam a kedveteket hozzá. Persze mondanom se kell, hogy 18 pluszos a játék, de ez gondolom már feltűnt mindenkinek. De hát nyilván ezt senki nem tartja be manapság. Nem is mindig probléma. Na szóval, Maya most az első olyan barátunk, akivel már tudunk szerepet cserélni. Tehát ha most meghalnánk, tudnánk folytatni az ő bőrében a játékot. Hova is megyek? Haza kéne jutnom.
Amire figyeljetek azt, hogyha kimentek a térképre, ez nem az, vagy megnyomjátok a tabulátort, ahol vannak ugye a bizonyos funkciók, illetve a legtöbb funkció itt elérhető, meg a legátfogóbb kép a jelenlegi helyzetről. Ez mindig real-time-ban működik, tehát a játék közben megy tovább. Nagyon gyakran előfordulhat, hogy nézed a térképet közben, megtámad vagy három zombi, és mire kigapcsolod a térképet, már fél HP-d eltűnik, úgyhogy mindenképp tessék erre odafigyelni, hogyha játszotok. És ugye komoly sérüléseket szenvedsz bizonyos harapásoknál zombitól, akkor az nem is gyógyul be egyből egy aspirintől, hanem elég sokat, néha napokat kell várni arra, hogy visszakapd a teljes életerőmennyiségedet. Bizonyos helyzetekben nagyon próbál racionális lenni a játék, már amennyire, illetve reális, már amennyire reális lehet egy zombi apokalipszis. Persze vannak hibák, ezt nem mondom, hogy nem. Úgy nézem, hogy itt valami probléma lépett föl. Ajaj, meghalt, az is. Ezeken mondjuk egyértelműen látszik, hogy meghalt, tehát fejük nincsen. Kellemetlen szituáció. That guy was dead. I swear to God, that guy, he was dead. How the hell does that happen? I don't know, man. Doesn't make sense. We can't stay here. Come on, let's grab what we can and get moving. Vegyünk el mindent, amit lehet, aztán haladjunk tovább. Hát itt nincs semmi, csak egy félig törött bot. Ami már nagyon hamar. Sajnos véglegesen széttörik. Most hova megyünk? Itt van egy autó. Sőt, ide be is kéne néznem. A bal raktárba. Where'd you come from, anyways? Me and a couple guys from the unit came up here to do some deer hunting. You in the army? You don't miss much, do you? Anyway. So, where are we going? I don't know. I guess we just head to town and try to find somebody. Yeah. Oh, Jesus Maria. Or, well, I kind of think that guy's walkie-talkie. Maybe we can raise somebody on that. Oh. Láthatjuk, hogy skill increase megint. Sajnos mindjárt a macsétámnak is lőttek, úgyhogy jó lenne találni valami fegyvert. Kaptam egy rádiót. Lily. Hello? Can you hear me? Who is this? Listen, we're stuck up here on Mount Tanner. My friend needs medical attention. Can you help us? Can you make it down to Spencer's Mill? Some of us are holed up at the church. If your friend doesn't look too dicey, we'll let you in. The church in Spencer's Mill. We're on our way. We'll, try not to look too dicey. A templomba hívtak minket, illetve oda kéne eljutnunk. A járműveknek hatalmas szerepük van. Amíg van járműved, addig egy félisten vagy. Simán csak átgázolsz a zombikon. Főleg éjszakai vadászatra, illetve éjszakai gyűjtögetésre illik magaddal vinni a járművet. Hopszik, leszakadt, úgy látom a híd. Jézus Mária! Jézusom! Na, a csaj csak lecsapkodta magától, teszem hozzá.
próbáljunk meg erre menni. Na most széttört a izém. Szerencsére van még egy ilyenem. Nem is tudom micsoda. 2x4, ennyi a neve. Egy rövid kis fegyverről van szó. Látható, hogy nem egészen jó, de hát egyelőre ez áll rendelkezésünkre. Nyilván, hogy majd átkutatjuk a házakat a városban, akkor találunk ennél komolyabb felszerelést is. Ez a baloldali kék csík az a staminánk. Az, hogyha elfogy, akkor komoly problémába kerülünk, de nem akkor áll, hogy nyilván, mint hogy az életünk fogyna el. Staminát használunk, ha sprintelünk, ha harcolunk, vagy ha mászunk, gyorsabban létre, stb. Stb. Minden, ami megerőlteti az embert nyilván, de ez is növelhető a cardio skill-lel, hogy mennyi ideig tart ki a staminánk, illetve mennyi ilyen gyorsan termelődik újra. You said you were holed up in a church? The hell's happening or... Not right now. Amúgy ez is nagyon jó volt. Elkezdtek valamiről beszélni. You said you were holed up in a church? The hell's happening around here? Megjelent egy zombi, gyorsan félbeszakadt és elfolytatják ottan, ahol abba hagyták. Gyorsan. All we know is a bunch of crazy people tried to eat us. Oops. I guess they were trying to keep it quiet, but that didn't last too long. People figured it out pretty quick. People who die, they don't stay dead. They come back as one of those things. Fölkelnek a holtak, stb. Erről van szó, szóval nyilván zombikról. Mondjuk ez minket annyira nem lep meg, remélem. Így van. Nem tudjuk természetesen az okokat, mint ahogy nyilván egy átlagos túlélő nem is tudhatná. Nem tudják, hogy vírus okozta, vagy akármicsoda. Megtörtént és kész. Nem tudom, mivel nem játszottam még a kampányt, illetve ezt a főküldetés szállat, hogy valaha kiderül le, hogy mi is történt abban a 2 hétben, ami nem voltunk itthon főhősünkkel. Na itt van az FPS drop, amiről beszéltem. Mindenkinél előfordul bármilyen gépen, még Xboxon is. Főleg amikor beérsz a város szélére, illetve elérsz a város szélére és be kell tölteni a várost. Ilyenkor igen gyakran előfordul sajnos. Tehát a kevés pénznek tudható ez be szerintem. Mondjuk elég sok patch kijött azóta, mióta megállapodtak a Microsofttal, és mi bejelentették a legújabb DLC-t is. Szóval van remény. Megjöttük a templomhoz. Valakinek nem tetszik, hogy megjöttünk. God damn it! We got enough trouble without bringing in another freeloader to use up all our medicine. Real nice, Alan. I offered them shelter. I'm letting. Nagyon nem tetszik neki, hogy hozzácsapódunk ehhez a csapathoz. You're worse than your brother. Come on, I'll give you the nickel torch. Otthoni, édes otthon. I spend most of my time here, using the radio to coordinate everyone. Ja, ő a
Hát ő adja majd az utasításokat, illetve hogyha mi hoztunk már ki utasítást, mert van akkor a befolyásunk, akkor ő továbbítja majd a továbbiak, hát a többiek felé. You wouldn't believe how fast rats get into things otherwise. We learned that one the hard way. El kell zárni az ételt, stb., mert a patkányok megtámadják, ilyesmi. Sleeping quarters? Hope you don't mind sharing. We're pretty tight on space here. Alan's been saying we should move to someplace bigger. But my dad's a carpenter, and he says we could build like a dorm room. Itt alszanak. Sajnos sokan egy helyen, de reméli, hogy ez nem okoz nekünk gondot, stb. Stb. Király, lehet megfertőzött az Eddie. Going to try and get Doc Hansen to come down and take a look at him, but if he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to... Antibiotikumot kell neki hoznom, különben valószínűleg meghal, illetve majd ők elintézik, mielőtt átalakul valami... Jesus, Lily, he's not a rabid dog. Valami szörnyűségé. More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. Most már nem lehetünk nyúlszívűek. We need medicine here. Senki nem betegedhet meg, ez a legfontosabb szabályuk. Most körbe sétáltuk a házat, vagyis a templomot. If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. His name is Ed. I know. If you need to resupply before you head out, check the locker. G'day. Nobody minds if you're getting shit done and you need extra stuff. Just don't take shit you haven't earned. Oksa. Felfogtam, kösz. In here. Wait, what? And there's a cell tower behind the swine and bovine. From up there, you should be able to get a good look at the town. Maybe you'll spot some place to find medicine. Yo. Just hurry, okay? I'm not sure how long I can rein Alan in. Ennek a nagy részét én raktam be ide, úgyhogy nagyon sokat nem segítettetek. Jó, hát van egy halomtöltény, de hát azzal egyre nem megyek semmire, konkrétan fegyver nélkül. Nos, hát ez lesz, azt hiszem, a State of Decay már ennyi. Az epizód, ilyen kis ismertetőnek, bevezetőnek és kettcsinálónak szántam. Srácok, köszönöm a figyelmet, viszlát majd legközelebb, sziasztok!